A nagy hidegben sokan adnak kabátot házi kedvencükre. Ennek a kutyusnak például minden évszakhoz megvan a megfelelő öltözéke. Háromféle kabátja van. Egy ilyen, ez őszi kabát, de bélelt, aztán van bundája is, van esőkabátja. Az üzletekben ma már szinte mindent megvásárolhatunk kedvencünknek. A kutyakabát nagy sláger. Hipság Zsolt épp a kínálatot mutatja stábunknak. Van, ami béleltebb ruha, van vékonyabb ruha, van patenttal készült ruha, akkor vannak pulóverek. A ruhák anyaga, színe, díszítése eltérő. Ez is mutatja, hogy inkább divatból vásároljuk őket. Sokszor azonban egészségügyi oka is lehet annak, ha egy kutyát kabátban látunk. Van olyan kutya, amelyiknek kell, esetleg az állatorvos azt mondja, hogy hajlamos a megfázásra, vagy vese problémája van, akkor célszerű ruha, tehát akkor mindenképpen kell, de az a kutya egészséges, akkor az egészség szempontjából a kutyaruha nem feltétlenül fontos. Ennek a kutyusnak már nem kell félni a hidegtől, bundája szépen karban van tartva. A hideg elleni küzdelemben ez az első lépés, mondják a kutyakozmetikusok. Csomós a szőre, akkor a nedvesség belemegy, és a csomó alatt sokkal lassabban szárad meg, mint hogyha ki van fésülve. Ha ki van fésülve, akkor sok levegő van a szőrben, és tulajdonképpen a levegő a legjobb szigetelőanyag. A szabadon tartott állatokra télen fokozottabban ügyeljünk. Mindig legyen ivóvízük és bőséges táplálékuk. Ha a kedvencünk nem érzi jól magát, azt a tünetekből felismerhetjük. Intenzív, szinte csillapíthatatlan köhögés, lázas állapotba kerülnek, ezt elsősorban onnan veszi észre a gazda, hogy étvágytalanná válik, nem szívesen mozog. Olyankor mindenképpen el kell hozni állatorvoshoz, illetve SOS módon be kell vinni meleg helyre. Fontos, hogy négylábú társunknak legyen egy fedett helye, ahol meghúzhatja magát, hiszen télen nem csak mi, állataink is fáznak.